informatika történeti adattár, ami egy kinövés annak a munkának, amit ezelőtt néhány évvel elkezdtünk. Először az volt a célunk, hogy fórumot teremtsünk, hogy beszélgethessünk arról, ami érdekel bennünket, a szakmánkról. Hogy hogyan fejlődött, hogyan alakult, mivel birkoztunk meg, és nem csak öncélúan, hanem azért, hogy esetleg ennek nyoma is maradjon, és a fiatalok is, ha majd érdeklődnek, megnézhessék ezt. Ezért elindultak különböző rendezvényeink. Azt tudom szerencsésen örömmel mondani, hogy jelen pillanatig 35 ilyen rendezvény volt az elmúlt években, ahol a cégeknek a nagy részét, zömét már majd idáig is meglátogattuk. Nagyon sokszor sajnos csak virtuálisan, mert ezek a cégek sajnos sokszor már nincsenek meg. A célunk az volt, hogy megkeressük azokat az embereket, akik meghatározók voltak annál a cégnél, és nagyon tömören, amennyire lehet, időkorlátok közé szorítva, áttekintsük a legfontosabb dolgokat. Ennek az eredményét egy honlapra is feltettük, így néz ki a honlapunknak az első oldala, ott lehet látni a tetején a címét. Az összejövetelünk egyik fontos célja, hogy erre külön ráirányítsuk a figyelmet, azért, hogyha van időtök, kedvetek, kérlek nézzétek meg, és minden építő bármilyen kritikát szívesen veszünk, azért, hogy ez egyre jobb eredménnyel látszon itt fönt az oldalon. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy itt a közepén, ha ránézünk, akkor van egy számítógépnek, egy nevezetes számítógépnek, az IMG 830-asnak a teremképe. Azt szeretnénk, hogyha idővel ez majd átalakulna, és sok-sok más teremnek, és sok-sok fontos dolognak is látnánk az eredményét. A logókról, ugye ez a Nagymantárság logója, Nagymantárság ezt fő céljaként tűzte ki, hogy a történelmet és a kultúrát ápolja, mi ebbe a vonulatba csatlakozunk bele. Ez pedig a mi kis logónk, amit az Infotörténeti Fórumnál használunk, mint megfogó kis logó. Azt szeretnénk, hogy ehhez a célhoz csatlakozhassunk. Külön kiemeltem a Neumann Társaság alapító iratából azt a néhány szót, ami ide kapcsolódik. Nem olvasom föl, tetszenek látni. Fontos eleme, amit kiemelnék, hogy a múlt értékének megőrzése. Ezért az elmúlt években óriás energiával, munkával és pénzzel Neumann Társaság beszállt abba az alapítványba, ami Szegeden a magyar relikviákat őrzi. Ez szerencsére olyan szintre jutott el, hogy világszínvonalon ki is állították ezeket, tehát nem csak egy orosz laktanyába állnak a plafonig, hanem gyönyörűen kipolírozva, kifényesítve ott állnak. Nekünk az a célunk, hogy ezt kiegészítsük. Ebben a munkában, amit most csinálunk, szeretnénk létrehozni ezt az adattárat, ahol nem csak a hardverokat, elsősorban nem a hardverokat, hanem minden mást, ami ide tartozik. Tehát most az oldalunkon csak a hardware képe látszik, de szeretnénk, hogyha az ITF-ben az informatika adattár is megjelenne, mint ezen a kis játékos logón, ami még nincs elfogadva, csak viccesként ide tettem. És ebben majd megmutatjuk a fontos gépeket, de szeretnénk megmutatni majd a szoftvereket, rendszereket, embereket is. Ezen dolgozunk, ezért külön rovatokat hoztunk el létre, hogy ezt csinálni tudjuk. Létrejött egy csapat. Ez a kis csapatunk, aki ezt a dolgot szervezi. Ez részben átfedésben van az Informatörténeti Fórum vezetésével, de nem csak olyan kollégák vannak benne, hanem olyanok is, akik kimondottan az adatárgyűjtésben szerepelnek. Itt lehet látni a jelen csapatot. Gondolkoztam, hogy odaírjam, hogy 1.0, remélem, hogy ez igaz lesz rá nem sokára, mert ez a szám remélhetek bővülni fog. Először 5-en kezdtük, aztán most már 9-en, 11-en vagyunk, és remélhetőleg egyre többen tudtok csatlakozni ehhez az építő munkához. Ezek a rendezvények, amiket legalább havonta, de inkább sűrűbben rendezünk magunk között, szoktuk úgy nevezni, hogy nagycsoportos, meg kiscsoportos foglalkozás. Szóval nagyon sokszor nagyon jó hangulatúak, így szoktak ezek kinézni, általában összegyűlünk, és megbeszéljük az egy-egy témához tartozó fontos dolgokat. Azt vállaltuk, hogy mi nem szeretnénk döntő bírók lenni, tehát nem azt vitatjuk meg, hogy kinek van igaza a szakmába, és melyik cégnél, melyik vezető volt, milyen pozícióban, és ott éppen minek jó döntést vagy rosszat hozott. Nem erről beszélgetünk, hanem arról beszélgetünk, hogy az adatokat, a tényadatokat hogyan tudjuk a legstabilabban, a legbiztonságosabban összegyűjteni, leghitelesebben előkészíteni a feldolgozásra, és a legbiztonságosabb helyen tárolni. Erről beszélgetünk. Tehát ez a munkának az öntő célja. Rendszeresen össze is vannak kiscsoportos foglalkozások is, ahol egy-egy témát meg mélyében, részletekben átbeszélünk. Itt a gyűjtőkör, amit nagyon röviden szeretnék megmutatni. Minden, ami nem elsősorban tárgy. Szegeden gyűjtik a tárgyakat alapvetően, gyűjtenek ott is információkat, de mi alapvetően információt gyűjtünk. Lehetne egyszerűen mondani fájlokat.
Mi fájlokat gyűjtünk, rengeteg fájlt, ami ezekre a dolgokra vonatkozik. Termékekre vonatkozó információkat, minden, teljességre törekszünk. Lehet, hogy nagyképűnek hangzik, de azt szeretnénk, hogy a magyar informatika történetben meghatározó tárgyakról, termékekről, és hangsúlyoznám nem csak a hardverekről, hanem minden más alkalmazásokról is legyen elérhető, hiteles információ, amit ha valaki keres, itt találja meg, és nem a Wikipédián, bár az sem lehet rossz, de szeretnénk, hogyha ez egy átgondolt tartalom lenne, és utána valaki akarja, innen folytathatja majd a munkáját. Az intézményeket szeretnénk feldolgozni, a személyekről szeretnénk megemlékezni, a kultúra eredményeit szeretnénk összegyűjtve szépen letenni, egyesületekről például, könyvekről és dokumentumokról és történetekről is. Szeretném, hogyha Bálint megmutatna nekünk egy pillanat, hogy hogy néz ki ez az oldal. De mielőtt tovább mennék, én szívesen megszakítanám ezt a beszélgetést azzal, vagy ezt az ismertetőt azzal, hogy ez az egész munka, amit itt csinálunk, ez alapvetően a Neumann Társaság kereteiben a Neumann Társaság zászlója alatt folyik. Mert mindannyian Neumann tagok vagyunk, és a kollégáinknak egy nagy része évtizedeket töltött el a Neumann Társaság építésében. Tehát remélem világos, hogy mi ezt a munkát folytatjuk, és ezt egészítjük ki azzal, amit más nem tud megcsinálni, csak mi. Az a helyzet alakult, hogy ilyen rendezvények, mint mondtam, már volt sok. Nagyon sokszor a Neumann Társaság vezetői is részt vettek. Most is egy ilyen alkalomról van szó. Dr. Fridler Ferenc, aki a Neumann Társaság elnöke, és talán tudják, a Veszprém Egyetem rektora, úgy tudta alakítani a programját, hogy ő is eljött ma. Szeretném megkérdezni, Feri, szeretnél-e hozzászólni most, vagy később? Kicsit később, igen. Tehát itt látjuk a gyűjtőkört. Itt lehet látni az oldalunkat, hogyha megkérem a Bálintot, mutassa meg, hogy ott fölmegyünk arra a sorra, lehetnek látni híreket, eseményekről lehet olvasni, képtárról, videótárról és az adattárról. Ma az adattárra fókuszálunk, és itt szeretném elmondani, hogy ez a szervezés, amit csinálunk, az alapvetően úgy néz ki, hogy két szintű. Az első szintje, mint ahogy a Miklós elmondta, alapvetően mi az adatokat szeretnénk összegyűjteni, rendezni és biztonságba helyezni. Mert ezt mi tudjuk jól megtenni. Hogy ez biztonságba kerüljön, ezért az a logikus döntés született, és ezt jártuk végig az elmúlt években. Megállapodást kötött a Neumann Társaság az NIF-fel, ahol megfelelő stabilitású szerverpalkár rendelkezésre, megoldott a tükrözése, a másolása, a biztonsága. Megjegyzem zárójelben, hogy a Széchenyi könyvtár adatainak nagy részét elektronikusan ők tárolják, tehát ezért nyilván kellő referenciájuk is van. Ezért hivatalosan megállapodtunk abban, hogy mindent, amit feldolgozunk, azt hozzájuk eltehetjük. Gyakorlatilag olyan ígéret, hogy korlátlanul. Most van egy méretünk, hogy mekkora adatot tudunk ott elhelyezni, de ez csak technikai kérdés, látva a villam informatika fejlődését, nem lesz akadály. Majd annyi hely lesz, amennyi kell. Ide tesszük fel a dolgainkat. Úgy, hogy katalogizáljuk őket, és a katalógusból akkor dolgokat oda szépen betesszük. Most jelen pillanatban 801 tétel tartalmaz a katalógusunk. Tehát az, amit eddig összegyűjtöttünk, rendezett formába, képletesen mondva olyan, mintha lenne egy óriási raktárunk Dexion polcokkal, és ezekre a polcokra, ami címkézettek, oda fölrakjuk a tartalmainkat. Ez az első szint, a gyűjtőhely, az NIF-nek a szerverei. Szerencsére, mivel ez egy más szakma, nem kell nekünk foglalkozni se a tükrözéssel, se az átmásolással, se a biztonsággal, azt ők megoldják saját körbe. Nekünk a tartalomra kell fókuszálnunk. Tartalomra fókuszálva, az az egyik fontos célunk, hogy ne csak mi nézegessük nagy örömmel ezeket, hanem amilyen gyorsan tehetjük, ezt kifésült formába megmutassuk, aki csak érdekel a világnak is. Ezért a második megjelenési szintje ennek, vagy a megjelenési szintje az, hogy ez a honlap, amit eredetileg az ITF honlapjának szántunk, ez tulajdonképpen az adattár honlapjából is összeolvadt, mert ennek egy rovata lett az adattár, ahol a személyekről, intézményekről, termékekről és így tovább lehet azokat az adatokat látni, amit átfésültünk, feldolgoztunk, és még egyszer mondva, a legjobb szándék szerint ide kitettünk. Ebben lehetnek hibák sajnos, azért, mert korlátozottak az adottságaink. Ebbe is kérjük az önöket is segítségeteket, hogyha hibát találtok, pontatlanságot, segítsetek jobbá tenni. A cél az, hogy itt ezen az oldalon hiteles adatok szerepeljenek. Ez az első fontos dolog, hogy honlapot építünk, és ez itt látható is lesz a jövőben. Második, hogy következő pontok, hogy szeretnénk nyomtatott kiadványokat is segíteni. Nagyságrendben 15 készült az elmúlt 4 évben. Különböző cégek vették a fáradtságot, és a kollégák összegyűjtötték, írásba is megjelentették az anyagaikat. Ez természetesen elektronikus is megjelenik nálunk, de megvan a papíros formája is. Szakmai bemutatókat szervezünk, jó néhányt készült ilyen, nem a mi érdemünk, de emlékeznek és láttátok sokan a STAKI rendezvényét, ahol bemutatták, hogy mi minden csodát hoztak létre az elmúlt évtizedekbe, le a kalappal előttük.
Másra is tartunk kiállításokat, például a szegedi rendezvényen rendszeresen vannak időszaki kiállítások is, azon túl, hogy ott van a gyönyörűségesen összeállított kiállítás, és emlékhelyeket is szeretnék létrehozni, ahol megemlékezhetünk a nagyjainkról. A számítástenk egy nagy szakma, igazán megérdemli, hogy a kiválóságokról mi magunk szakmabeliek megemlékezünk. Több ilyen mozgalom is van folyamatosan, remélem erről be tudunk számolni ezen az oldalon. A tartalom előállt szervezésről néhány szót szeretnék szólni. Vannak ezek a történeti rendezvények. Eddig 35 ilyen rendezvényünk volt, ebből 28 feldolgozott, 28 látszik a honlapon is. Videókkal, PPT-kkel és még sok kiegészítő információval. Cégtörténeti kiadványok elkészültek, említettem, hogy jó néhány készült belőlük. Szeretnénk bevonni a fiatalokat is. Igaz, hogy amint kezdtem, alapvetően a munkának a nagy részét mi tudjuk elvégezni. De van nagyon sok lelkes fiatal, aki ezt nagyon szívesen teszi, és az ő korlátaig elmenve ezt feldolgozza. Már most jelzem, hogy például a cég és termékbemutatónak az ömét egyetemisták készítették, minden korlátjával. Arra vár, hogy majd ezeket lektoráljuk, és megmondjuk, hogy helyén van vagy nem. Nyilván azt tudja megmondani, aki ott van annál a cégnél. Itt lehet látni az eseményeket időrendben. Bocsánat, az apró betűkért nem szándékunk, hogy ezt itt lehessen hátról olvasni, de az igen, hogyha valaki fölmegy az oldalon az események rovatba, akkor időrendben is és betűrendben is láthatja az összes rendezvényünket, ahol egy-egy rendezvényt kiválasztva meg lehet nézni, légy szíves, választ ki akkor egyet, mondjuk a legutolsó volt az UVA tervé 2014 novemberében, hogyha erre rámegyünk, akkor azt látjuk, hogy ha kicsit fölgöngyörni, légy olyan kedves, azt lehet látni, itt vannak egymás alatt az előadások, az előadók, és ezekre a kis nyilakra kattintva lehet megnézni a videót. Most ott tartunk, hogy ilyen videóból összesen elkészült, rögtön megmondom a számot, 290 ilyen videó készült el. Ez tulajdonképpen nem más, mint a magyar informatika történet orál hisztória, szájhagyománya. Ugyanis mindenkinél azt kérjük az előadóktól, hogy a legjobb tudása szerint az ő személyes nézőpontján át mutassa meg nekünk, hogy az a szakmai részlet hogy zajlott. Ebből 290 ilyen előadás van eddig fönt a videó, fönt az interneten, ez több mint 96 óra. Ezek olyan munkák, amiket még egyszer nem lehet megcsinálni. Tehát még egyszer ezeket a kollégákat nem lehet kérni, hogy jöjjön el és mesél ugyanazt. Ugyanakkor hiteles, mert a legjobb hozzáértő emberek mondták ezt el. Itt lehet látni ezeket az előadásokat, és ha megtehetik, tisztelettel kérem önöket, vagy titeket, hogy nézzetek bele ezekbe, és bármi komment van, szívesen fogadjuk majd. A termékekről, a tanulmányokról, a rendezvényekre külön-külön kis ismertetőben fogunk néhány szót szólni. A fiatalok bevonásáról. Itt gondoltam, idehozom ezt a képet megmutatni nektek, önöknek, hogy egyszer találtam egy olyan képet, hogy az MIT-n tanítanak logarlécet manapság. Erre gondoltam, én is veszem a bátorságot, és azon a kurzuson, ahol a fiatalok a történelemről tanulnak, az informatika történetről, gondoltam, szerezzenek egy manuális gyakorlatot. Ugye én vittem oda annyi logarlécet, amennyi kell, és legalább az első néhány lépést megtanulhatták, hogy hogyan kell logarlécet szorozni, osztani, meg a legalapvetőbb dolgokat csinálni, és láttam azt, hogy rendkívül nagy élvezettel csinálták. Hasonlóan nagy élvezettel vetették bele magukat azokba a feladatokba, amit közösen fundáltunk ki. Mit fundáltunk ki? Azt, hogy összeírtunk egy listát legjobb tudásunk szerint, a teljességre törekvően, hogy milyen magyar cégekről tudunk az informatikába. Milyen magyar termékekről tudunk az informatikába. És ezekből egyet-egyet megkapott minden diák. Tehát egy magyar céget, egy magyar terméket. Ezekre adtunk egy klisét, hogy ezt hogy kell csinálni. Így néz ki egy klisé, nem azért vetítem, hogy lehessen olvasni, hát, hogy csak azért szemléltessem, hogy hogy nézett. Ki megadtuk a formát, hogy ki volt a kifejlesztő intézmény, kibocsátás éve forgalmazó cég, mintához szolgáló berendezés, alkalmazza a gyártási technológia, és így tovább. Tehát mi adtunk egy klisét, hogy mire keressük a választ. Itt meg volt adva a gyengébbek kedvéért, hogy a zöldek helyére, kékek helyére mit kell beírni. És hogyha ezt jól beírták, akkor kaptunk vissza egy anyagot, amit valamennyire megszűrtük, és ezt lehet látni a termék és a céges rovatunkban. Ide szeretünk volna egy szép képet is kapni ezekhez. Sokszor kaptunk, sokszor nem. Talán a gyerekeknél számított a legjobb szándék elve, de az eredmény nem mindig volt tökéletes. A rendezvényeknek általában nagy volt a sikere, az volt a benyomásunk. Ezt azon mértük le, hogy boldog, mosolyú emberek jártak itt közöttünk, és sokszor nagy tömegek látogatták ezeket a rendezvényeket. Néhány képet idehoztam. Sokszor volt ilyen kivételes pillanat, amikor olyan munkatársak, akik évtizedekig nem látták egymást, végre évtizedek után találkoztak, lehet, hogy versenytársak is voltak, gondolom ismerik a szereplőket ott a képernyőn, hogy kik állnak ott. Annak idején talán nem voltak nagy barátságban a Videoton vezére és a KFK-i vezére, de most már ennyi idő után nagyon jó barátságban és kellemesen tudtak egymással beszélgetni.
Tehát rengeteg ilyen rendezvényünk volt, ezeknek a videó elkészültek, és ezeket meg lehet nézni. Így néztek ki ezek. Készültek olyan összejövetelek, ahol a szakma nagyjait, a meghatározó személyét szervezték össze. Például Báthi Ferenc kollégánk rendezett egy ilyet, a Etika Magyar Informatikában címmel. Ezt ő nevezte, így bocsánat, hogy ilyen, így fogalmazom, de hát talán magunk között megtehetjük ezt. Itt lehet látni sok meghatározó szemét ebben a szakmában. Az arcuk ott van, ők beszélgettek, de nem halljuk, mit mondtak. Ezért elhatároztuk, hogy halljuk, hogy mit mondtak ezek az emberek. Ezért nagymatárság támogatásával 4 évvel ezelőtt elkezdtünk egy arcképek magyar informatikába sorozatot, ahol megkeressük ezeket a személyeket. Ez fontos szempont a szakmai kiválóság, másik szempont, hogy 70 év idősebb legyen a kollega. És ez alapján megkerestük a kollégákat, és készítettünk meg 1 órás interjút, és ebből eddig 30 készült el. Ezek így néznek ki, legalábbis az nyitó oldalaik. Ez a 2011-es arcképcsarnok, itt lehet látni a személyeket, talán hátul is olvasható, kik ezek, nem szeretném elolvasni, de gondolom a kollégák, vagy ti mindannyian legtöbb arcot ismeritek. Ez volt a 2011-es sorozat. Itt a 2012-es. Itt szintén lehet ismerni a szereplőket. Nagyon tanulságos, legalábbis úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos ezeket megnézni. Fölmenni erre az oldalra. Egy nagyon professzionális kollega, aki a tévében egész életében ezzel a munkával foglalkozott. Jelen pillanatban Jankovics Marcelnek a Magyar Szentekről készít videósorozatot. Itt éppen nem a Magyar Szentek vannak, de a saját szakmaiban szintén fontosat alkottak. Ő készíti ezeket a videótömörítéseket, az 1 órás interjúból készül egy 20 perces tömörítés, ezeket lehet itt látni, ez a 2012-es, ez a 2013-as listánk, és most ott tartunk, hogy 2014 is véget ért, ezek a 2014-es arcok és nevek, a keretezettekkel még nem sikerült megcsinálni az interjút, a többiekkel készen van, a szerkesztésük most zajlik, és rövidesen lehet is őket látni a webben. 24 már most is látható ezekből, és 30 pedig 2 héten belül várhatóan látható lesz, és rövidesen pedig mind a 32. Ez az, amit szerettem volna, hogy röviden fölhívni a figyelmet, és nekem az lenne itt a tisztem, hogy egy rovatról külön is beszéljek. Ezért most nem megyek le és jövök vissza, hanem rögtön szeretném is ezt elintézni. Nekem úgy jutott itt a sorozatban, itt a szereposztásban, hogy én a termékekről szeretnék valami anyagot összeállítatni, és ezeket rendezett formában megmutatni a honlapon. Ennek a formája az volt tömében, döntő többségében, hogy a hallgatók megkapták a feladatként ezt a dolgot, utána ezt amennyire eszünk és energiánk engedte, megszűrtük, és ezeket végül is lehet fönt látni a honlapon. Ilyen termékből jelen pillanatban van összesen 62 plusz 29 ilyen adat fönt, összesen 90 valahány ilyen adat van fönt termékekről, zömében sajnos hardverekről. Célunk az, hogy ez teljeségre törekben a magyar produktumok ott legyenek, és ezekről részletesen lehessen olvasni az adott klisé szerint. Itt a képeket hoztam csak ide, ezek a magyar produktumok, amiket itt ezen a földön csináltak, és mint ahogy a Miklós említette, nem várhatjuk, hogy ezt mások csinálják meg, ezt a munkát nekünk kell megcsinálni. Célunk az, hogy ezt folytatjuk, ez a lista elolvasható, megkérem a Bálintot, hogy mutassa meg, legyen, hogy itt néz ki ez a lista. Itt lehet látni egymás alatt a termékeket. Nagyon sokszor olyan is van ezek között, amit nem itt csináltunk, ugyanakkor Magyarországra jelentős hatása volt, mert olyan gépek voltak, amik százakat vagy sok-sok embert érintett. Azokról is van egy kis leírás, és nem csak a leírás, hanem még videók is vannak hozzá dogfájlok rendezve, és megvan adva, hogy megadtuk azt, hogy hol található. A másik forrásunk volt a Szegedi IT Informatikai Kiállításnak az anyaga. Ezt a Bedő Árpád kollégám éveken keresztül feldolgozta, sőt többen másik kollégák is. Ezek is részben be vannak most már építve. Én rögtön átadom majd a szót neki, hogy megmutassa, hogy az ottani adatokat hogyan tudjuk mi láthatóvá tenni, és majd ezen keresztül rövidesen önöknek is megmutatni, nektek is megmutatni.